Sziasztok! Szeretnék bemutatni nektek egy viszonylag olcsóbb szobakerékpárt. Megmutatnám, hogy mitől is tud olyan olcsó lenni. A gyenge minőségtől a márkát most nem is mondanék, de ez a klasszikus 50 ezer forintos szobakerékpár már a második éksziat eszi meg rövid időn belül konkrétan szétdarálja a szíjat. látszik. Körbe megeszi. Ha úgy van, akkor le is dobja magáról. És megszorul a pedál. Most szétszedtem, tettem rá ismét egy új szíjat. És minden beállítás meg van csinálva rajta. És nem értettem, hogy miért teszi meg. Azért teszi meg, mert ez az égszítárcsa hibás. Gyenge minőségű. Nincs kiegyensúlyozó, hogy nem a 8 van benne, mint ahogy látszik is, hogy jobbra-balra billeg, pedig minden hegeszben van, fixen van, nem állíthatós. Ez ilyen gyenge anyaki képzése van neki. A gyártók ezt tudják, mert még ablakot is vágtak a vázra, hogy az jobbra balra billegést elférjen. Fönt is, és lent is. Ablakot kellett vágniuk, hogy ne érjen hozzá a vázhoz. Amiközben tekerjük. Tehát ez, ez ilyen minőségek ez a biciklik. Hiába ja, veszel egy újat. 10 óra üzemóra után megeszi a szíjat. Nyilván ezt mi használtam, vettük. Az első szíjat megette, nem érdekel, tettem rá egy újat, biztos sokat használták, elkoptattak kész. Tettünk rá egy újat, ment 10 órát, és ismét. Ismét megette a szíjat. Hanetán elkezdem visszafelé tekerni, itt az égszí kimászik ide, és itt befelé meg ledobja. Nézzétek! Már meg is indult kifelé, már a szélén jár. Még egyet tekersz rajta. Már mászik is ki a szélére. Nem tekerem tovább, nehogy leugorjon róla. Nagyon nehéz visszarakni. Hogyha előrefelé tekered, úgy akkor kifut erre az oldalára, és itt ez a perem ez megtartja, hogy ne tudjon lemászni róla. Befelé le tud ugrani, és akkor becsíp ide, és megszorul a pedál. Tehát amikor szálltok fel egy ilyen biciklire, semmi esetben nem tekerjétek meg hátra, mindig csak előre. És úgy talán bírni fog egy darabig. De nem vagyok tőle elragadtatva. Hát hamarosan azt mondom, hogy újat kell néznünk, de valami komolyabb márkát, mert ez nagyon gyenge. Köszönjük, hogy megnéztétek a videót, további szép napot. Ciao.